és vezessen el az örök életre. Amen. Áraszi a szentmélyek ajándékait a nehéz világ, s törzs meg imeink szívén isteni kegyelmedet, amelyetekből elindítottad az evangélium hirdetését, ami úgy Jézus Krisztus a te fiad várva, aki belém is uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten Mezopotámiának, Júdeának,
Amiben öltözhettek benneteket.
szépen öltözve nevezettek benneteket a mai ünnepen ide a templomba, hogy Jézussal találkozzon, hanem Jézus számára készítettek föl benneteket, mert a legnagyobb, a legcsodálatosabb, a legszentebb vendég érkezik ma hozzátok, és már kopogtál a ti lelketek ajtaján és ablakán, és bebocsátást kér. Nyissátok meg szívetek és lelketek ajtaját, és engedjétek, hogy betérjen hozzátok Jézus, az a Jézus, aki nem hagyott állam bennünket, mert itt hagyta önmagát az utolsó vacsorát, amikor a kenyér és bor színébe rejtőzve itt maradt közöttünk, hogy köztünk éljen, és a másik ajándék részéről felé, hogy tápláljon bennünket, mert hisz az ember, ti már nagyon tudjátok, test és lélek. A testi táplálékát azt már tapasztaltátok. Milyen finom az az étel, amit az édesanyád nap mint nap készít számotokra. És ettől a tápláléktól erősödtetek és növekedtetek. De a léleknek is szüksége van táplálékra, és az lélek táplálék az oltári szentség, amelyben Jézus lépve szívetek ajtaját a ti életetekben. És miután megtörténik majd ez a befogadás szívetek és lelketekben, a Szentlélek végén hazamentve már nem egyedül mentek, hanem Jézust viszitek haza. Ti kedves jószülő, nagyszülő, keresztülő, testvérek, fogadjátok örömmel gyermeketeket, mindannyian minden nap örömmel fogadjátok őket, amikor az iskolában hazatérnek a tanulás után. Most még inkább érezzétek azt, hogy nagy vendég lépetbe álltok gyermekeitek által, a ti otthonotokban Jézus Krisztus. Ugye milyen boldogok voltak azok a családok, akiknek földi életünkben Jézus, amikor itt járt a földön, belépett hozzájuk, meglátogatta őket. Gondoljunk csak Máriára és Mártára, Lázárnak a testvéreire. Jézus megjelenik, szinte már otthon érezte magát. Megjelenik, mert szerette őket. És örültek ennek a látogatásnak, hogy a Szentlélek tudjuk, hogy Márta sürgőt fordult a házi dologban, hogy minél finomabb étel készítsen a vendégnek Jézusnak, Mária pedig odajött Jézus lábához, és hallgatta a szavát. Máriának nem tetszett ez. És Márta, hogy a testvére ott ül Jézus lábánál. Szólj is Jézusnak, szólj neki, hogy segítsen már, hogy előbb megterítessen az asztal finom ebéddel. Jézus mit mond? Márta, Márta, sok mindennel törött, de egy a lényeges, a szükséges, az, amit Mária tesz. Ő a jobbik részt választotta, és nem is vesztélyes. Hát legyen nektek is, kedves úr gyermekek, és kedves úr szülők, időtök Jézus számára. Engedjétek be, ti is fogadjátok örömmel mindig, és legyen számára időtök, amikor imádságra kulcsoljátok a kezeteket, gyermekeket kezdjük, és így beszélgettek az imádság számai hangjaink keresztül a mennyei atyával, a Szentlélek eljövetelés ünnepeljünk van, hisz Jézus megígérte a apostoloknak, hogy nem hagy őket álmán, mert elküldi a Szentlélek. Éppen van ünnepeljünk a Szentlélek eljövetelés, hisz pünkösd van. Ti már megkaptátok a Szentlélek
amikor benneteket megkereszteltek. Ti már befogadtatok szentelőt, amikor tegnap a szentolásban megbocsátást nyertek bűneit. Amikor lelki fületekkel hallottátok Jézus hozzátok ígéret szavait, menj és többé reménykezzél, a te bűneid meg vannak bocsátva. Jézus volt az, aki megtisztította lelketeket, és méltóvá tette a ti lelketeket, hogy ők befogadjátok. Hát készüljetek. Jövünk rövidesen, elérkezik a pillanat, amikor megnyílik szívetek, lelketek rajta, és Jézus betér hozzátok. Fogadjátok, vigyétek haza, és kedvesek a szülők, nagyszülők, testvérek, rokonok, fogadjátok így gyermekeiket úgy, mint Krisztus hordozó keresztül. És adjatok ti is helyet otthon, a ti otthonotokban, Jézus számára, és olyan példát mutassatok gyermekeiket számára, amelyet kell és érdemes követni. Mert Jézus azt mondja, aki titeket volt, a tenger volt, aki titeket megvett, engem vett meg, és azt vett titek, akit küldött meg. Ne vessétek meg. Ne gúnyoljátok, ne nevessétek meg Krisztust, hanem mindig gyermeki szeretettel, boruljatok le lába elé, és kérjétek, Uram, ne menj el tőlünk, maradj nálunk, olyan jó velem együtt lenni, olyan jó érzés, a te szeretetedet bennünk szívünkben őrizni. Amen. Hiszek az egyikben, mindenhol a kárban, ennek is örömnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, örökségében, ahogy úrban, kiforgatban, Thank you.
akik már először részesülnek Szent Fiat lakomájában, növekedjenek az erényekben, eljussak az örök élet boldogságára, Jézus és Uralkodón, mindörökkön örökké. Amen. És azok különböző gyermekünkben,
legyünk és egyetlen föl minnyáj, mert ez az én testem, mely értetek haladé. Thank you.
hogy egyházában minden népen összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. Elég kérjük, ne minkeinket nézed, hanem egyházat hívén. Őrizd meg szándékunk szerint végében is, add meg teljes egységét, aki ész és uralkodó, Fehér szent ostjában Jézus te.
szabadat kérve. Köszönöm, Jézusom, hogy az enyém lettél, kérlek, hogy szívemben örök lakást vegyél. Maradj mindig nálam, ne hagyj el már soha, szeretlek, kincsem nincs, szívem adom oda, amen. Istenünk, beleszédesen alhatod egy hallat a mennyei ajándékainak. Őrizd bennünk a kegyelmet, amelyet adtam. Szentlélek belénk öntött erejet. Mindenkor elemenek működjük. Találkozz abban a légja, nincs a bennünk a kegyelmi életet. Krisztus, ami úrunk Jézus néven.
Köszönöm szépen, és még egyszer jó étvágyat kívánok!